Diákutaztatás egy fontos témakör minden önkormányzat számára, hangzott el a mai szerződés aláíráson. 45 helyi önkormányzat illetékese kötött szerződést a tartományi oktatási titkársággal. Magyar Kanizsa község egy jelentős összeget kapott a tartományi titkárságról a diákutaztatás kapcsán. 3.209.000 dinár az a támogatás, amelyet a titkárság megítélt az önkormányzatunknak. Ezt teljes mértékben ki tudjuk használni, és mindig minden évben nagy érdeklődéssel fogadják a szülők ezt a támogatást, mert hogy nagyon-nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a diákok eljussanak az oktatási intézményekben. Az ENTA községben élő diákok 30%-os kedvezménnyel válthatnak buszjegyet. A 30% támogatás sokat számít egy családnak. Egy harmadával kevesebbe kerül a buszjegy. Én nagyon szeretném, hogyha minden diáknak tudnánk ezt biztosítani. Emellett vannak azok az esetek, akik szociálisan abban rászorult kategóriába tartoznak, belőlük is van majd egy fél tucat, akik családi állapota olyan, hogy nem teszi lehetővé a buszjegy biztosítását se a gyerekeknek. Ezt is önkormányzatilag tartományi együttműködésben tudjuk garantálni és tudjuk biztosítani. Fontos, hogy a diákoknak elérhetőek legyenek az intézmények, tehát a középiskolák úgymond más községekben is, de egy községen belül is, hogyha máshova szeretnének utazni, tehát máshol szeretnék a középiskolát elvégezni, akkor ezt fontos támogatni. A támogatás is jól példázza, hogy a tartomány hatékonyan együtt tud működni az önkormányzatokkal, tette hozzá Szakállas Zsolt.